Bár az idei őszt kifejezetten enyhe és elhúzódó volt az elmúlt évek átlagához képest, azonban az utóbbi napokban egyre többször alakultak ki hajnalban fagypont közeli hőmérsékleti értékek Magyarországon, mondta a Metnet időjárás előrejelzője. Bakota Zsolt hangsúlyozta, hamarosan megérkezik hazánkba a télies idő. Szombattól kezdődően nyílik majd meg az út észak felől a hideg sarkvidéki, sőt mondhatni szibériai eredetű levegőnek, és hát ennek meg is lesz az eredménye a jövő hét első felében, amikor is már a legtöbb helyen -4-10 fok közé csökken az éjszakai órákban is a hőmérséklet, és napközben is lesznek olyan helyek, ahol fagypont alatt alakul a hőmérséklet. Bakota Zsolt hozzátette, hogy jelenleg egy anticiklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását. Ennek az eredményeként áramlik be hazánk területére a sarkvidéki levegő. A szakember azt is elmondta, a következő 8-10 napban nem lesz változás, így az ország egyes részein akár havazás is előfordul. Bakota Zsolt rámutatott, hogy a hidegfront elsősorban a krónikus betegségben szenvedőket és az időseket terheli meg, de ilyenkor fokozódhat a migrénes fejfájás és az ízületi panaszok is felerősödhetnek.